azzal van a baj, hogy egyszerűen képesek a pénzhatalom által elhitetni ezekkel a tömegekkel, akik jót akarnak Magyarországon, hogy lehet a liberális internacionáléból, lehet a világgazdasági fórum által kiképzett politikusokból, nemzeti, függetlenségpárti, igazán magyar párti politikus majd egy napon. Orbán Viktor vagyok, már pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok. Én meg azt gondolom, hogy aki már akkor is politikai vezető volt, amikor ezeket a liberális, vagy globalista, vagy egyéb tanokat hirdette, az fölnőttként 30-40 éves, vagy akár 50 éves fejjel már nem tud megváltozni. És ez nem csak a Fideszre igaz, ez igaz az ellenzéki térfélre is. És ugye ez ellen mi az igazi orvosság? Mi az, amit érdemes elmondani azoknak a honfitársainknak, akik jót akarnak, de megvezetik őket, a politikai pártok és a politikusok? Csak egyetlen egy dolgot kellene megértenie minden magyarnak, hogy olyan nincs, hogy politikai vezető egy évvel korábban, 3 hónappal korábban, 10 évvel korábban, 30 évvel korábban egy teljesen másik oldalon állt. Ilyen nincs. Olyan van, hogy egy csomó ügyben kinyílik a szeme. Olyan van, hogy vannak aktuális problémák. Ki gondolta volna, hogy lesz egy olyan történet, mint a Covid, amire nem lehetett felkészülni 10 évvel ezelőtt. Természetesen az ember sokat tud tapasztalni, sokat tud tanulni, és lehet változni, de nem így. És a magyar politika erről szól, ezt hirdetik, büszkén hirdetik. A 2018-ra valaki még emlékszik, ott volt egy politikus, akivel nekem ilyen komoly vitáim voltak, aki azt mondta, hogy értsük meg, hogy igen, ez normális, hogy egy politikai vezető változik. Hogy ő megváltozik. Nem, ezt régen a magyarok úgy nevezték, hogy áruló vagy, barátok. Ezt úgy nevezték. Mert ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el kell fogadjuk, hogy az előbb említettem a Egervár ostromát. Képzeljük el Dobó Istvánt, azt mondja, gyereke, hát én eddig a keresztény Magyarországot védtem, de most valahogy meggyőződtem arról. Nyilván nincs összefüggésben a mondjuk 70 ezer török katona, aki körülvett a várat, de most valahogy úgy érzem, hogy rájöttem, hogy igazuk van ezeknek a muszlimoknak, és én mostantól az iszlámért fogok élni. És hát tulajdonképpen a szimpatikus az a szultán, nézzétek meg innen a várfokáról, látom, ott ül a sátránál, hát az emberei között van, gyerekek, minket meg itt hagytak. Hát álljunk át, legyünk mostantól törökök, legyünk mostantól muszlimok, nem magyarok. Ugye ezt abban az időben árulásnak nevezték. Hegedűs hadnagy, törkötötték. Ma erre azt mondanák, hogy hát változnia kell a vezetőknek. Nem. Nem. Tanulhat. Okosodhat egy vezető, képezheti magát, de vannak olyan elvi alapok, amit nem változtathat egy vezető.